Ja, akkor most mentek ki? Azt hittem, hogy hamarabb. Ja, jó. Értem, semmi, hülye vagyok. Na, ha minden igaz, akkor indulunk YouTube-on is. Gyakorlatilag meg majd meglátjuk. Úgyhogy már be van készítve a God of War. Már nagyon vártam a folytatást. Ott hagytuk abba, hogy legyőztünk egy boss-t, gyakorlatilag egy nagy böszme sárkányt. És utána egy barlangba találtuk magunkat, és onnan fogjuk folytatni a sztorit. Mindjárt kirakom a chatet. Ma volt OBS-re frissítés, aminek amúgy örültem, mert javítottak hibákat, bár a kamerát még mindig nem akarja érzékelni. De elvileg ilyen olyan alap bug frissítéseket vagy javításokat csináltak, aminek lesz köze hozzá. Úgyhogy remélhetőleg a napokban ez is helyre jön. Szia Eszter, hogy vagy? Illetve kinek hogy telt a hétvége? Hétfő van. Kedd, hétfő. Hétfő van, gyerekek. Jó, néha már azt se tudom, hogy milyen nap van. Úgyhogy ez így jó lesz, nem? De hétfő van, kedd van, kinek mi? Hello. Szia Enzoli, magyar felirata. Nem, magyar szinkronnal játszom. Magyarul beszélnek a karakterek. Aztán lehet, hogy írja is, de a lényeg az, hogy magyar szinkronnal van. Igen, elírtad, látom. Igen, szinkron. Hát úgy kezdtem el, én azért nem játszottam hamarabb, mert hallottam, hogy lett hozzá, aztán mondom, akkor toljuk ki úgy. Aztán 2 hete volt az előző adás, most már ildomos volt, hogy toljuk. Még Discordra bedobom, és akkor mehet is a mandula tovább. Hát szerintem ilyen 6-ig tervezem, meglátjuk, meddig jutunk. Nem hajt minket a tatár. Detroit Become Human vár a magyar. Ha az kijön, gyerekek! Én azt szerintem újra játszom magyar szinkronnal, mert a Detroit volt az egyik olyan mérföldkő nekem, ami azt mondom, hogyha megkérdezi tőlem valaki, hogy melyik játék volt az, ami olyan nagyon nagy hatást gyakorolt rám az elmúlt 5 évben, az egyik a Detroit. Egyértelműen álmomból felkeltve is a Detroit. Hát hagyjad már, egyik legjobb, és a legszarabb, legszomorúbb endgame-et kaptuk Janával. Kíváncsi lennék, hogy most már a felfogásommal milyen endet kapnék, bár ennyi erővel a Life is Strange-eket is kitolhatom majd újra valamikor, mert változik a világ, meg mi is. Szia, Villő! Nekem a kislány meghalt végén, meg a nő. Nálam meg minden tönkrement, elpusztultak az androidok, és még sorolhatnám. Nem rossz itt kint, csak hát furcsa. Hát, mert hozzá kell szokni. Ja, elfelejtettem még az Insta megosztást. Ha még nem követtetek be Instán, srácok, Mongusta Family néven találtok meg. Ezt még gyorsan kidobom. Hatan vagyunk YouTube-on, és nem látom a pokélabdától heten TikTokon. Igen, ez egy gyakori nálam, nem látom a pokélabdától gyakorlatilag, hogy megy a live. Ezt érti, aki látta nálam a Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee végigjátszást. Srácok, elkezdtük a live-ot, gyere, csatlakozz, ne maradj le, TikTokon, YouTube-on egyaránt tudod nézni. Várlak. Na, még jó, hogy van mindig miről pofázzak. Úgyhogy unatkozni nem hagylak titeket, az fix. Visszanéztem múltkor, hát reggel egy live részletet random, egy tavalyi live-omból. Én fogtam a fejem, hogy mekkora egy köcsög voltam, bármint, hogy bocsánat a kifejezésért, de hogy tök bunkón beszéltem a moderátoraimról. Úgyhogy fejlődtem az 1 év alatt, mert most nem úgy kezdem a live-ot, hogy miért nincs itt mondjuk az összes modim, és elküldöm őket a fenébe, hanem úgy kezdem, hogy sziasztok. Szia Zoé! Nekem a Rezi 3-at nem tudtam be magyar szinkronizálni, pedig azt is jó lenne amúgy, arról is hallottam, hogy jó lett. A Rezit, azt is megnézném. Szia, Pati! Na, ott hagytuk abba, hogy levertük a nagy sárkányt, és itt ki, feljebb kell menni, oda teljesen ki kell menni. Annyit kérek, hogy aki játszotta már, nyilván ne spoilerezzen. Köszönöm, hogy már 1000K like van, és még most kezdek el gyakorlatilag mozogni. Nagyon szuperek vagytok. Hogy vagy, Es, Pati, Villő, senki lánya, como estás? Hola mi amor? Szép napokat. Buenos dias. Na, itt van a kisgyerek. Törjünk össze mindent, amit lehet, ezt már megtanultam. Nice.
Ja, van egy ilyen kis zöld genyó ott a sarokba fent, ha erre rányomtok, akkor ilyen pontokat tudtok adni, adjátok, nem tudom mire jó, de tudjátok adni. Én is mindig adom az összes haveromnak. Aztán elvileg csak hamarabb dobál forjúba, meg jobb a rangsorod, meg tököm tudja. Jól vagyok, csak fáradtam, fáj a fejem a hülye melegtől. Én is nagyon vártam, dilemmáztam, hogy ma mit játszak, őszinte leszek veletek, mindenképp valami sztorisat akartam, de mondom, nem kezdek bele egy harmadik sztorisba, ameddig ez nincs kész. Hát valamit nyilván ezzel kell majd. Ú, de nehéz visszarázódni, úgyhogy 2 hete nem nyúltunk a játékhoz. Nem baj, szépen lassan rájövünk, hogy mit kellene. Nekem Rezi 3, igen, ezt olvastam. Azért mondtam, hogy betöltött, mert full... Ja, nekem is sokszor full fekete a YouTube, az is szarakszik, de már kéne rá egy update. Hát... Zúzzad, fiam! Csak nem tudom, hogy melyik gombbal kell irányítsalak. Ja, várjál. Aha. Ezzel lövetek oda a gyerekkel. Hát nem. De mit akar ez szétzúzni? Na jó, lehet az első lépés lesúghatjátok, mert ötletem nincs, hol hagytuk abba. Ó, azt se tudod. Igen. Akik voltak a Talin, egyrészt örülök, hogy jöttetek, majd még lesz róla montázs, meg ajándéknyitós videó. Illetve kipihentétek a magatokat. Én most keltem, azért van álmos hangom, nyugi, nincs rossz kedvem, csak aludtam. Hogy lehet, beszéltetni kéne egy gyerekek. Hol a Szabi, gyerekek? Ha elakadtam, mindjárt rá is írok. Szabi azért mindent tudom, meg kimaxolta. Mentem volna, csak nem tudtam. Lesz nyáron. Meg a mondókonon is tudtok velem találkozni, majd érkezik videó hamarosan. Fáj a számom a tegnapi sírástól. Mi is írtál, Pati? Idézd, léci, mert nem fogunk tudni elindulni. Nem emlékszek, hogy mi a szart kell csinálni. Kipihentem, jó idő volt, elmentünk Tiszába sétálni. Itt olyan fület meleg van, tegnap is fájt a fejem, meg ma is. Abba se vagyok biztos, hogy nem vagyok beteg. Na jó, nem. Valamit ezzel a genyóval kéne, mert ott hagytuk abba, hogy ő neki lett valami update-je, nem? Máskor ne engedjétek, majd 2 hétig ne haladjunk, mert akkor ezt a bénázást kell néznetek. Szóljatok rám, hogy hamarabb folytassuk. El sem tudom képzelni, mi lesz a Hogwarts Legacy-ba. És hogyha ezt megcsapkodom... Semmi. Néznem kellett volna végigjátszást a kezdésről. Miért kellett aludnom ennyi órát? Ott se látok semmit. Azt se tudom meglőni. Azt se tudom. Nyugodtan súghat bárki, gyerekek, nem tudunk elindulni, mert nincs ötletem, hogy mit csináljak. Valahogy fel kell majd jutni. Közben 9-en vagyunk YouTube-on, fejeljük meg egyszer a lájkot, támogatni addig is Supercset, Supermatit, a tagság ajándékkal tudtok, vagy TikTokon bármi ajándékkal, bár jelenleg a teljesítményem nem érdemli meg az ajándékot egyértelműen. Aha! Beragadt. Várjál, ez már egy jel, hogy ez beragadt. Gyere ide, öcsi! Ezt nem tudjuk elmozdítani? Valahogy? Nem. Jó, igen, mert ott ezt a piros genyót kéne eltakarítanunk. Hát ez így jó lesz, nem tudunk elindulni.
Senki nem marad le semmiről, gyerekek, hogyha valaki fél óra múlva érkezik, nem marad le semmiről. Mondhatjuk nyugodtan. Szia, Bence! Ez kellemetlen. És ilyenkor érzem magam rossz streamernek jogosan. Az se jó. Éppen azt se tudom, hogy menjek tovább, Bence, kezdek idegbe jönni. Az megnyugtat, konkrétan elfelejtettem, hogyan kell a nyilat elővenni a Rise of Tomb Raider-be, 2 hónapot hagytam ki. Jó, akkor nem csak nálam van ilyen. De az a baj, hogy nem mond semmit a gyerek, hogy mit kellene csinálni. Ez be van ragadva. Nyilván ezt kell feloldani, tehát hogy ennyire már rájöttünk. Önhirdetés, nem szeretem, Lipót testvére, mehet a némítás, köszönöm. Ha kért volna engedélyt, akkor fúra beolvasom. És köszi a 2K lájkot. Valaki idézze be Szabit, mert tényleg nem fogunk tudni tovább menni, vagy nézzetek egy végigjátszást, létszi nekem. Mert most tartok ott, hogy már mindent is megdobáltam. És azt mondja, hogy ő neki kéne belelőnie valamibe. De mibe? Az nem segít. Hát az, az biztos, hogy nem olyan nagyon magasra kéne menni. Piros kövekhez a srác nyilára van szükség, de nem az alapra, hanem a villámos. És hogy váltod át? Vagy hogyan kell aktiválni? Köszönöm, Bazslas. Gondoltam, csak azt hittem alapból azzal lő. Szia, Viki! Hogy állítod át a gyereknél a nyilat? Náthás vagy? Nem. Csak most keltem. Jól sikerült, Viki. Köszönöm. Igen, a sárkányt öltük meg az előzőnél. Ott hagytuk abban, megöltük. Csak hogy állítod be neki a nyilat? Várjál. De ezt meg kéne venni a tartós áramütést. Ha lehet. Meg nem teljesen, meg azt akartam kérdezni, Zoli, azt elküldhetem majd, akik ott voltak? Mert ugye amit én küldtem át, azon nem jó a minőség, meg a feltöltés, úgy viszont jó minőségben le tudnák szedni. Hát de eddig is ezzel lőtte, nem történik semmi. Valamelyik gombbal lehet váltani a módok között, de nem tudom melyikkel így fejből. Az fasza. Én sem, mert sose használtam a nyilváltást. Várjál. Egyúttal már ezt is megveszünk. Kéne valami billentyűbeállítás, vagy izé. Hát segítsetek es, de még lehet, hogy gyógytornám van. Tehát, hogy Y. Fiú cselekvése annyit ír, hogy X. De az nem a váltás. Interakció B. Hát nem lettünk okosabbak. Felfelé nyíl. A nyíl típus bal oldal, csak a szemem nem üti ki. Köszönöm. Köszönöm.
Egy nagy GG-t Bazslazsnak, köszönjük. Én nekem pedig 200 IQ sem volt, jó. Majd szétlőjük. Aha. Vigyázok, fiam! Én végre elkezdtük folytatni a nyugi. Mögöttem? Dehogy jöttem! De ott van. Na, ez már megérte. Cirka 18 perc után elindultunk. Szeretem a játékot, kár, hogy már nem játszom ilyenekkel. Én nagyon szeretem a hasonló stílusú játékokat, tény, hogy ritkán van. Ritkán van a csatin, de azért igyekszem néha-néha hozni. Na gyere ide! Nem mondom, hogy sok mindent láttunk. Meg volt a bemelegítés teljes mértékben. A visszarázódás. Ja, szoktak olyat, annyian vannak fenn, villő. Hallod, hun vagy, fiam? Fákja. Oh-oh. Csókolom. Ezek jeges genyók. Azaz, öljed, fiam! Kirúgom a lelkét is. Ne kelj már fel! Vajon hogyan jutunk oda? Ezt kérdezem én is. Mindjárt megoldjuk, fiam, csillapodjál már, majdnem megölték apádat. Csak azt nem értem, hogy nem tudna 15 megoldani. Hát figyelj, lehet, hogy nincsen szerverrel foglalkozó emberük. Ez ennyire lehet egyszerű is. Fiam! Hát jó, ez merész elképzelés volt. Azon kijuthatunk. Aha. Jó, hogy ezt neki tudom dobni. Easy. Fiam, lőjed meg. Vagy nem. Vagy még egy ilyen bigyót dobáljak rá? Hello, Imre! Teledobáljuk ilyenekkel. Valószínű nem oda kell dobni. Várjál, és ha oda dobom? Nem. Másik nyíl. Ez a nyíl cserélgetés engem meg fog ölni. Igen. Ó, mégsem. Megint elakadt. Megint elakadt. Hát ezt én is szoktam mondani Fortnite-ba. Én se unom meg a benzinkutak felrobbantását. Tényleg srácok, ha már Fortnite most hoztak be valamilyen csontvásszerű skin, tök jól néz ki, és 1500 V-back, ha valaki tervezi megvenni, Mongoof tetetőjel, Davek, köszi. Szia Szabi! Már megoldottuk, de 18 percig nem tudtunk tovább menni. Ami azért kellemetlen.
Nem tudtam, hogy hogy kell nyilat váltani. Az kemény, Imre. Mondjuk jó, én sem, mert ugye Tali volt, utána meg dolgoztam, mondjuk az csak 2 nap. Aha, ezt be kéne fogadni valamivel. És ezt elengedem, leesik, nem? Aj, kitaláljuk. Megkérdeztem, hogy a játék beszél? Igen. Nem, mögöttem beszélnek a szellemek. Nyugi. Ez nem jó. Képzeld, ma vettem egy giga legyezőt technobulira. Majd dobd már egy képet, hogy milyen. Jaj, de jó lenne, ha visszamennék az időbe és megtörténne újra a Tali. Lesz! Úgy hívják, hogy nyári Tali. Örülök, ha jól éreztétek magatokat. Aha. De nem látom, hogy hova kéne beakasztani a fejszét. Ja, megvan. Mondom, hogy rég játszottam. Köszi. Most már nem kell súgni, csak ha nagyon elakadok, ami sűrű, tudom. Lehet, hogy még nem erre kéne menni. Ma Valorantban Bonix-szal ennyi volt velem ma. Ja, Valorantoztál. Annyira jó volt Bonix is, képzeljétek el, hogy tök messziről jött, direkt nem mondom be, hogy honnan. Több mint 2,5 órát utazott a találkozóra, nagyon jól esett. Megtisztelő. Ho-ho-ho-ho! Rázad meg, fiam! Pikachu villámtámadás! Hallod? Nem bírom felrúgni. Semmi baj. Én örülök, hogy számíthatok emberekre. Tényleg olyan, mintha be lenne dugulva az orrom, pedig csak annyi, hogy most keltem. Gyere, fiam! Remélem, hogy nem zuhantál le. Sok hátra, anyám. Megjött a Messenger, majd megnézem. Ha már dobás, ha van egy szívlej engemes coinotok, azt köszönöm szépen, azokat gyűjtjük, és a rózsa élő célt is. Ha van kedvetek kilőni, hálásan köszönöm. Nézd, a csúcs! Hegytető! Ülök a hegytetőn, lábamat szárítja a szél, vagy mit tudom én. A tegezed. Elszakadt a szia a sárkány. Ne magázzad, tegezed! Majd fogom. Na, itt biztos jön megint valami böszme állat. A szakadt tegez lassítja fel. Szurkolok, Imre, gyere át TikTokra is, és írjál be, és megkérem azt a 7 embert, hogy adjon neked egy követést. Így megteszi. Úgyis biztos kedvesek. Jó. Mármint, hogy utána visszamehetsz YouTube-ra, csak addig. Jó. Indulás. Csigavér fiú, vigyázz! De cuki vagy, Bence. Ott van egy Imre nevű felhasználó, srácok, hogyha rámentek és nyomtok neki egy követést, 876 követője van, érje el az 1000-et, azért szurkolunk, hogy mindenkit megkérek, hogy nyomjon rá, köszönöm. Rendben, csináljuk! Ő is gameplayezni fog. Meg szokott nálunk lenni Valorantba, Fortniteba, stb. És egy nagyon jó fej kis támogatom. De aztán remélem ezzel már találkozunk személyesen is. Te jó promó volt? Meg vagy elégedve? Menjetek már innen ti! Jeges szarok! Köszönöm szépen, Bence, hogy egyrészt engem is bekövettél. Hallod? Raichunak érzem magam. Meghaltok!
Mondom. Az az Imre promó. Hogy lefagyott? Köszönöm szépen a 6 rózsát, köszönöm Bence, meg köszönöm a másik 2-t is. Köszi, köszi. Hát ezeket könnyen elírtottuk, kiírtottuk. Gyerekek, Dave elírtja a rovarokat. Ehhez tűz kell, fiam. Hát a nyári tali a minimum. Tudom, hogy messze laksz. De nem akarok később visszajönni, én végig akartam már menni. Várjál, fiam. Arra nem megyünk le. Tehát erre magyarul még nem tudok menni tovább, mielőtt visszamegyek. Emlékszem, még múlt hónapban engem is promózott, nagyon jól esett, amúgy tök cuki gesztus. Hát nem sokan szokták csinálni, de miért ne? Jó, magam alatt is ásom a fát, mert ha nagyobb streamerek lesztek, mint én, akkor engem ki fog nézni? Senki. Viccelek, majd megyek villővel párbolyozni, hogy kapjak univerzumot. Egyszer leülünk közösen játszani, amúgy is beszéltük még mielőtt felkapott lettél volna. Úgyhogy az még áll. Várjál, itt az olvasnivaló. Á, megvan. Igen, maradj csendben. Köszönöm, Bence, kedves tőled. Úgy hangzik, mint az ember a házunk. Ez a gonosz ember! Látom, társaságot is hoztál. Fontos lehet, a Thor fiai méltóztatnak megtisztelni a jelenlétükkel. Mondd, meg mindig a pucit akarjátok lenyűgözni? A nyomok szerint a tetovált férfi most egy gyerekkel utazik. Hová tartanak? Mégis honnan tudnám? Te vagy a legokosabb élő ember, nem? Ajjaj. Sőt, még a halottaknál is. Őket most meg akarnám támadni. Ha segítesz, én is segítek. Mondd meg, hol vannak, és beszélek Odinnal. Apád nem enged el Baldur, és nem hagyja, hogy megölj. Semmit sem tudsz ajánlani. Szóval kímélj meg az üres fecsegéstől, és a két szarháziddal húzzatok a picsába! Bannoljuk, mert csúnyán beszélt. Visszajövünk a némítást a karakterekre. Na, pedig úgy rájuk ugrottam volna fejszével. Jó, mondjuk ezért nem játszunk South Park végigjátszást. Pedig sorra jelennek meg a South Park játékok. Á, és itt van a beszélgetés témája. Egy gyermekkel utazó tetovált férfi. Ott a fa ember! Fiú, menj és győződj meg róla, hogy egyedül vagyunk. De láttuk őket elmenni. Tedd, amit mondtam. Ez van meg Fortnite-ba hátasnak a feje. Ki vagy te? Én? Én vagyok az istenek, az óriások és a kilenc világ összes teremtményének legnagyobb követe. Ismerem-e földek minden szegletét, minden beszélt nyelvet, minden háborút, minden megállapodást. Kicsit figyeljünk. Úgy hívnak Mimir! Mimir. A legokosabb élő ember vagyok, és tudom a választ minden kérdésedre. Jó rossz lehet neki, hogy mindenre miért tudja a választ. Miért ránk Odin fia? Na jó, talán van pár hézak a tudásomban. Te Odin bebörtön. Hát lehet, hogy spoiler, hogy le fogjuk vágni a fejét, és azért a feje a hátas, de csak úgy gondolom a Fortnite alapján. Ígérem, csak idő kell hozzá. De ne írjátok be, hogy igen, le fogjuk. Senki sincs ott, ahogy megmondtam. A fiú anyja meghalt. Azt akarta... Azt akarta, hogy a hambait minden világok... De ki tudtam logikázni? Ó, akkor nem jó helyre jöttél, fiacskám. Dehogy nem. A legmagasabb csúcs nem Midgardban van, hanem Jötunheimben, az óriások világában. Na hallod? Nem! Ez nem lehet igaz. Feleslegesen jöttünk ide. Nézzétek meg!
Villő már bedobta a TikTokját az itt hirdes magad részbe, amúgy van egy ilyen Discordos részünk, oda nyugodtan dobjátok be magatokat. Látjátok azt a hegyet, amely úgy néz ki, mint egy óriás égbe meredő ujja? A világok legmagasabb. Égbe meredő ujja. Nem mehetnénk át a hídon. Van bifrostünk. Az óriások lerombolták az összes többi hidat, ezt pedig titkos rúnával zárták le. Ha még létezik, csak egy óriás tudhatja. Viszont mindegyik rég elhagyta Midgardot. Igaz. De ma a végzett szelei a véletlenek furcsa örvényét indították el. Ajjaj. Az igazság, hogy csak egy ember képes eljuttatni titeket a célotokhoz. És szerencsétekre, elég sok hely van a naptáramban. Mi van a kezembe, valami tojás? Ja. Elmegyünk ki a tűnhelybe, ugye? Figyelj, Villő egy hét alatt megduplázta az ezret, úgyhogy tud valamit talán, csak úgy mondom. Még a halhatatlanok sem tudnak követni. Mit csináljunk? Igen! Ja tényleg, a feleség hamuja, jó, nem tudtam, hogy tojásba raktuk. Odin gondoskodott róla, hogy semmi, még Thor pörölje sem tud megszabadítani a békjóitól, de szerencsére nincs szükség a testemre. A trükk az, hogy kell valaki, aki az ősi mágiával visszahozza a fejem az életbe. Ősi mágia. Él az erdőben egy boszorkány, aki segíthet. Na, banya! És egy próbát megél. De ha nem sikerül neki, halott leszel. Kínos engem. Minden nap. Odin saját kezüleg, és higgy nekem. Mondjuk érdekes, hogy világít a szeme. A kreativitása nem ismer határokat. Minden egyes nap. Ez nem élet. Legyen hát. Ó, nem bírom nézni. Testvér. Ja, hogy most vágjuk le a fejét! Ha sikerülne, akkor valamit tudnod kell. A fiú, minél tovább vársz, hogy elmond neki, annál nagyobb kárt okozol. Nehezteni fog, és lehet... Ajjaj, valamit el kell mondanom. Sok olyan dolgom van, amit szeretném, ha nem tudna. Szóval a titkaidat többre becsülöd, mint a fiadat. Most megint ilyen megható akkor szálva. Akkor most levágom a fejed. Akkor most levágom a fejed! Csókolom! Ezt ne csináljátok utána. Itt a fa körül most már úgy látom, nagy a fejetlenség. Jötünhelybe megyünk! Meg fogjuk találni. Azért megnézem. Ez... Kellemetlen. Kapta hal. Pont ezt akartam mondani. Na megyünk, jöttünk helyre. Rakd vissza. Persze, cérnával, nem? Kössem vissza. Hamarosan megértem a felhely. Na, rúna darab. Már is visszakötözöm. Azzal a lendülettel. Emlékszel még a visszaútra a boszorkányhoz? De szép! Szimba, ez mind a tiéd! A tótól délre. Pontosan emlékszem. Kövi Lájvodnak a fejvágás lesz a témája? Rendben van. Majd mondd, hogy tőlem ikletet. Hát, ha engem is megszám pár bekövetés. Majd ne lepődj meg, Imre, ha nézed Villő lábját. Ő annyira pró, hogy amire Dave csak álmodik, ő már kapott univerzumot meg minden, de büszke vagyok rá, meg egy picit nagyon irigy, de ezt így nem szabad hangoztatni, tehát nagyon büszke vagyok, hogy az egyik mongufnám ilyen szinteket ér el, és majd egyszer gondolj Dévapádra, hogy meg lehet lepni Dévet is. Sok univerzumból már csak kaphatok egy leoncicát, nyugi. Viccelek, senki ne ellepődjön meg. Én kaptam pár rózsát, én is, ma már 8-at. Igen, oda kell visszamenni, készséges lélek. Vagy nem, ide. Az utazás, és ide álltok most menni? Vagy ezt most csak minek mutattuk meg? Vagy egy korgit már? Egy korgit azt már kaptam, igen, azt már vagy háromszor. Hello, Sketty, szia, kisa. Ugye kisa, most már tudom. Nem, amúgy mindig is megmondtam, hogy én nagyon szeretem, hogyha a nézőim sikereket érnek el, és ott minimálisan annyi közöm van hozzá, hogy
amikor még elindult a csatorna, akkor én még segítettem, az már jó érzés. Tudok utazni amúgy teleporttal, Szabi? Vagy kellene valamerre itt még guberálnom? Az utazás rész a nyílt világok közt nem szeretem, tehát a játékban azt szeretem, ha kötött. A 100 000 forint Imre engedel. Drága mulatság lenne. Oda hogyan megyünk? Aha, oda tudok. Oda nem tudok. Tehát igazából, ha nekünk ide kell menni, akkor innen végül is, hát innen van a legközelebb, nem? Most mindenki lesokkolódott. De ezek csak úgy repülnek ám, tudjátok, van a felsőbb 10 000, aki gazdag. Én velük dolgozom, mármint olyan lakásba, vagy olyan házba vagyok recepciós, úgyhogy én látom. Bár én is csak úgy szórhatnám a 100 000-eket. Minden mongufnámnak adnék egyet. Igen. Amúgy de szép rész. És most ránk vadászik az unoka testvéreivel. Mi ennek az oka? A fej majd elmondja. Rendben. Tényleg, mikor beszéltetjük meg a fejet? De titokban reméltem, hogy találkozunk egy óriással. Viszont mind elment. Én nem akarok óriásokkal találkozni, hülye a gyerek. Utolsója lehet. Te is az utolsó vagy a tiédből. Ezért nem beszélsz róla. A fajtám. Úgy értem, a családod. Még az anyám is én előttem. Honnan származol? Anyád, apád? Anyád, apád, jó van. Nincs itt ennek az ideje. Nagyon titokzatosok vagyunk, titkolózunk, nem válaszunk csak úgy. De lassú pulyád van, Dave. Nem edzette ki magát! Hát cseszett lassú. Nem ért vele gyúrni a kondiba. Jó napot, paraszt! Brock! Brock! Zabáljál! Brock! Mi van? Basottul zabálok épp! Én sem török rád, amikor a göndör bozótosban paprálsz. Hagyd békén, fiú. Fun fact! Hasonló reakció van, ha megzabasz kajálás közben, úgyhogy óvatosan. Akár csatlakozhattok is. Nem vagyunk éhesek. Az jó, mert nem is adtam volna. Láttuk a fivéredet. Nem is adtam volna. Gratulálok. Ő tipikusan az a... Biztos hattátok, hogy rendesen elcsessz a fejszét. Az az igazi paraszt, akin tudok röhögni. Lássuk az elbaszást! Sok némítás Brockra! Akkor sem látna a megfelelő tömeget és egyensúlyt, ha a répáján fityegne. Azt mondja, lássuk az elbaszást. Gondolom. Jó. Én csak kávézok. Kész is! Na, mi a faszt akartok még? Szindri néha annyira belefeledett... Közvetítem felétek. Mi a faszt akartok még? Tanulunk. Mindenki írja le a cseten, mi a faszt akartok. Jó, nyugi. Mi a visszaút a boszorkányhoz? Előbb vissza a csónakhoz. Csónakázunk. Olyan sok tárhely a Forti meg a Genshin félgépem azzal van tele. Tudom, nagyon kemény. Hát nekem a terrás vinyom szinte tele van. Sőt. Nem csak szinte. Gondolom akkor nem a boszorkányhoz megyünk. De a boszorkányhoz megyünk, fiam, csak hülye vagyok. Hol a csónak? Nagyon durva, hogy annyi kell egy olyan... chill... Olyan semmilyen játéknak, mint a Genshin, mert azért grafikában messze nem haladja meg a God of War, meg hasonló. Arra! Thor nagy szobra mögött. Thor szobra mögé megyünk, értem. Már repülünk is, vagy hát úszunk. Ja, itt nincs átjáró. Igen. Gyönyörűen. Akkor másik irányba.
Várjál, most távolodom. Meg kell kerülni a Thor szobrot. Aha, és ha itt megyek? Ez végül is jónak tűnik. A boszorkány barlangja. Ez egy erős súgás, úgyhogy igen. Mindjárt 3000 like-nál vagyunk TikTokon, YouTube-on pedig 12-en fejeljük meg a like-ot. Köszönöm szépen. Amúgy nagyon élem a God of War-t. Én nem gondoltam, hogy ennyire leköt. Mármint, hogy szeretem a hasonló stílusú játékokat, de féltem tőle picit. Hogy nem az én világom. Szóval... mesélsz valamit, amíg utazunk? Mire gondolsz? Nem tudom. Hát igen, nehéz a két játékot összehasonlítani. Mondjuk a Genshinben a zenék az csillagos ötös neked, nekem az a best. Ismertem. A történetei rövidek és tanulságosak. Jól. Örülök, Bence. Emlékszel valamelyikre? Várjál! Ottan... szét kéne lőni? Megálljunk? Nem hiszem. Várjál, de mondjuk itt meg nincsen út. Versenyt hirdettek egymás között. Akkor mégis most itt hagyjuk is. Süllyedt a vízszint. Amikor a kígyó feljött. Igen. Emlékszem. Ez így nem lesz jó. Látod? Most már tudom használni a nyilat. Meg ma is tanultam valamit legalább. Tudom, hogy nagy az ereje. Tényleg azt hiszed, hogy vissza tudja hozni az életbe? Jártasnak látszik a tudományában, és nincs vesztenivalónk. Ha nem tudja életre kelteni, megtartjuk a fejet? Nem, de megetetheted a... Örülök neki, Imre. Azért mondtam, nem titok, én is az OV-vel szereztem kb. Egy ilyen 400 embert, abból aktívan amúgy 20 nézi a csatit, meg több mint fele kikövetett, de arra jó volt, hogy el tudjuk kezdeni a dolgokat, nem szégyen. Sőt, én YouTube-on is az első 80-et úgy szereztem, hogy bekövettem mindenkit, meg vissza. Arra is emlékszem. Hallod? Fiam? Úgy. Te leszel a robbantó mesterem. Ó-ó! Menjél, csaj, haza magadnak! Ó-ó! Húaj, sokan vagyunk! Harcrendszer az még nekem mindig furi. De nem rossz. Gyere, csontváz! Vagy mi vagy te? Az még berobban. Kirobbanó sikere van. Igen, mert YouTube-on 50 feliratkozó meg videó kellene, hogy tudj érezni. Igen, igen, azért van, hogy én emlékszem. Aztán most már milyen jó, hogy van egy dévetek, aki önszántából ingyen bepromol... Igen. De csak aki megérdemli. Mongúftákkal simán mindig összehozunk ilyen 10-20 embert. Ó, most már olvasó a muszafilm nyelvé, most már... Na, meglettek a muszafilmes cuccok. Tudom, Szabi, mert te már nagy vagy. Na várjál, ott van a K betű. Találtam egy pecs... Azt olvasd el, fiam! Fel kell mászni? Mondjuk amúgy a... Köszönöm szépen a szívlej engemet, Villő. Ide eddig tudok feljönni? Ja nem, ott a B betű. Gyere, fiam! Nem szeretik az isteneket. Köszönöm a rózsát, köszönöm. Köszi, Villő. Szia, Krisztina. Hogy vagy?
Még lent szét akarok nézni, eddig nem akarok felmenni. Ugorjál már le! Nehéz szülés. Mert annyira kijöttünk ebből. Mondjuk annyi út van. Köszönöm szépen az ujjal tartott szívet. Kézzel tartott szívet, ujjal tartott szív. Na várjál. Ott a következő jel. Hoppá! Van szemem. Hát az nem így működik. Meg vagyok otthonról másik lakásba. Úton, aha. Hát oda most nem akarok ugrani, mert nem fog átugrani. Várjál, gondolkozzunk, mielőtt rohanunk. Ezt már felszedtük. Ha már te mindig küldesz nekem ideje vissza, és én általában, hogyha valaki, melyik nézőm live-ol, mindig tartok egy ilyen 100-120 coin magamnál, hogy én legalább egy szívlej engemet, vagy egy rózsát tudjak küldeni. Nagyon nem mindig, mert nem minden live-ba vagyok ott. Hát ez ilyen kis gesztus. Én így vagyok vele. Amúgy is nekem a szeretett nyelvem az az ajándékozás. Júj, ott egy láda. De várjál, erre se tudok tovább menni. Mi az, hogyha Dave-nek elfut, akkor neki is? Szabi, kikérem. Beletne oltva. Ja, értem, értem, jönnek leolvasni az órákat. De örülj neki, hogy már nem laggol. Emlékezzetek vissza az első live-ra, legalább sikerült megoldanom. Akkor lehet, hogy csak itt kell felmásszunk? Mi ez a kék? Hát ez nem az. Igen, Dave-nek több tárhelye van, neked meg jobb géped. Össze kéne dolgoznunk, amink van. Felvonón kéne tovább menni, nem itt. Hát azért még itt megnézem, hova tudok elmászkálni. Meg vagyok. Ott van. Remélem emlékszik ránk. Ja, ez a vihető kavics. Meg ne támadjon egy vaddisznyó. Mi? Nincs stamina? Itt hála az égnek, nincs. Jó, azt oda betettük. Betettem a kövemet a nagy lukba. Igen. A boszorkány itt van? Mi ez a név? Azt mondta, ez a neve. Találtunk egy ilyen maszkot. Charlie a csokigyár. Vagy Charlie a csokigyár, nem Charlie és a csokigyár. Valaminek fura hangja volt. Mögöttem! Itt mi a rák támad meg? Az mit keresi? Nem is egy. Orró, futó! Azaz! Hallod, betámadták a dragörök? Gyere! Még valaki? Ja, ez a páncél. Azaz! Tombolás! Na, megjött a teki. Ezek a dragörök mit csináltak itt? Várjál. Mondjuk így is elég nehéz a gér, nem kéne még az is.
Igen. Hoppá! Látod, Szabi, mert te kimaxoltad 100%-ra, hogyne, te vagy itt a kulcs a játékban mindenkinek, a önkéntes súgógép. Várjál, lehet, hogy le kéne el minden menni, mert most ugye nagyon okosan felmásztam, de hogy minek? Ide, fiú! Gyere ide, fiam! Ezeket ismerem. Bindor. Szél. A lenti homoktához tartozhat. De szép táknős vagy. Jó, gondoltam, hogy be kell menni a házba. Csak körbenéztem. Amúgy nyilván angol videót kell, igen. Németet adott be, az úgy jó. Szia, John! John, köszönöm szépen a 26 hónapot! Erre itt eszembe, majd holnap frissítem a tagságlistát, mert kb. 7 embernek lejárt az AI tagsága. Hát igazából 9-nek, de 2-en megújították. Köszönöm szépen, hogy tagok vagytok, meg hogy visszatérő tagok is. Szia Doris és Chrisun HD Gaming, hogy vagytok? Örülök, hogy jöttök, srácok. Mi szépen haladgatunk. Apám, itt van! Le lesz ütve a panyami. Olyan jó újra látni. Nem. Igen. Tudtam, hogy nem haltál meg. Szia. Ó, illetve tudsz kelteni egy fejet? Nem egészen értem, hogy... Várj, azokat hol szereztem? Ja, hogy ő fogja életre kelteni. Add ide a nyilakat, most! Ajaj! Ajándék volt. Tedd, amit mond, fiú. Idegbe jött a banya. Ezek a nyilak veszélyesek. Gonoszak. De ne vedd el! Találsz, még semmi sincs meg őket. Felfogtad? Azzal robbantunk. Felfogtad? Mondd ki! Felfogtam. Ha találok, még megsemmisítem. Ajaj. Az asszonynak baja van a nyilakkal. Bocsáss meg. Kérlek, fogadd el. Ah, mi a baj, Doris? Jobbulás? Beteg vagy? Vagy csak lelkileg nem vagy jól? Meghallgatlak szívesen. Elvette a robbantó nyilam. Mi van ezzel a fejjel? Fel fogja ismerni. Van fogalmad róla, hogy ki ez? Jobbulás, Doris. Te ölted meg? Az ő kérése volt. Azt állította, hogy te fel tudod éleszteni. Én? Biztos, hogy jól hallottad? Kérlek. Tegyétek az asztalra. Na most jó, mert legalább sok story time van. Rég nem alkalmaztam már az ősi mágiát. Tartsátok ott, nézzek. 17-en vagyunk YouTube-on, srácok, fejeljük meg a lájkot, köszi. Szerencsére a fej nem indult bomlásnak, és az agya is még él. Szép, tiszta. Hétfőhöz képest le vagyok nyűgözve, már hétfő szokott lenni streamelés szempontjából a legrosszabb. Ó, tudom, Doris, én is voltam covidos, nagyon szar. Hanyadik napja vagy benne? Tart a fejed a víz alá, és ne engedd el. Komolyan mondom. Na, hogyan éleszünk újra egy fejet? Ennyi elég. Oké. Működött! Hadd lássam. Akkor remélhetőleg már jössz kifele belőle. Mimir, hallasz? Igen. Na! Jó. Oh. Oké. Okay. Freya, rég találkoztunk. Jól nézel ki. Amit tettem, értük tettem. Meg vagyok győződve róla, hogy a halál jobban áll neked. Meghajolnék, felség, bocsáss meg nekem. Ha tudtam volna, hogy az erdei boszorkány maga Freya, nem javasoltam volna ezt. Ajaj. Freya? Az istennő Freya? Nem tudtátok? Sajnálom. Lebukott ki ő. Híre, hogy Mimir kiszabadult. Odin dühe utolért titeket. Egy isten vagy. Na, tök jó, Imre. Egykor a vánok vezére voltam, de már nem. És nem akartad ezt velem tudatni? Tényleg te akarsz engem erről kioktatni? Ajjaj. Veszekednek az istenek, végül is God of War, érted? De... Most! Gyerekek, 17-en vagyunk, 11 like, mi ez? Tessék megfejelni. Mindenki elaludt a lájkolásba. Nem bízhatunk benne. Azért, mert egy isten.
Nem tanultál semmit, fiú? De sokat segített. Hazudott. Néhány ember megbecsüli a titkait. Na. Ne ítélkezz, testvér. Ha érdekel a véleményed, szólni fogok. Hol streamelsz még? Szia, Marhahús 12 YouTube-on. YouTube-on beírat, hogy Mongufta Family. És akkor, ha nyomsz egy feliratkozás, az hálásan köszönöm. Jelenleg 88 tagunk van. Köszönöm szépen a követést. 199 forint a legkisebb tagság, például Fortnite-ban, meg egyéb játékokban tudunk voice-ba is játszani, meg live menetrend jár hozzá, stb. Egyedi emótok. Meg nem mondanád, ha ránézel, de Jörmungandr sziporkázol. Ja, most már folyton pofázni fog a hátamon a fej. Jó lesz. Háború istene Odin nem, viking legenda szerint. Jól mondod, Billő, én is úgy tudom. Én is úgy tudom. Jó, meg mondjuk TikTokon is amúgy van egy feliratkozás, de az 1300 forint, azt hiszem, de van amikor akciós. Ja, itt jöttünk vissza. Jó, csak nézem, hogy hova tudunk menni. Várj, itt nem tudok tovább menni, mi? Hát nem. Mondjuk vicces, mert nekem az jut eszembe, hogy jön a testvérének volt egy kutyája, és úgy hívták, hogy Odin. Így mindig az jut eszembe. Na várjál, most itt le kéne menni? Hát gondolom, nem? Igen. Mire érted amúgy, Villa? De jobb a streamelési felülete a játékoknál, ami szomorú, hogy a YouTube-ba alul marad a TikTokkal szemben minőségileg. Tehát, hogy az, amit adnak TikTok stúdió, ezerszer jobb, mint az OBS. YouTube csinálna egy programot, akkor ezerszer javulhatna a dolgokban. Ja, igen, nagyon sokat levesznek. A YouTube-os támogatás, az mai nap, mert az jobban adja. Ebbe egyetértünk. Na, megérkeztünk ide, várjál, te kék bigyóba nem kell belemennünk. Ja, nem tudom, azt lehet gyűjteni, Imre, én nálad is, meg mindenkinél beszoktam nyomni, hogyha nézitek hosszan a live-ot, elvileg olyan, mint a For You, hogy az is elősegíti, hogy többen nézenek, meg ilyenek, rangsor, nem tudom. Én köszönöm, ha használjátok. Ott a fej! Miért köpöd le, Freya? Mert. Baldurról beszélj. Azt mondja, sebezhetetlen. Baldur, mint a Baldur's Gate? Sebezhetetlen, legyen az fizikai vagy mágikus veszély. Dicsekvés. Mindenkinek van gyenge. Összefolynak a szálak. Attól tartok neki nincs. Baldur sebezhetetlen, legyen az fizikai vagy mágikus veszély. Ezt már mondtad mi? Valóban? Na, az több jó ingre. Hát, azt hiszem, valami... varázslat? Mimir? Megsúgom, nekem most van 413 megtekintés a mostani live-on. Úgyhogy király. Na, kilencek tava. A tóban vagyunk. Tökéletes, kössünk ki a híd közelébe. Híd közelébe? Hát az ez. Kikötők, azok a rég múlt szép idők. Igen? Fej, hogy tudunk beszélni a kígyóval? Fej! Van egy kürt az emelvényen a híd közepén. Vigyél oda. De ez a híd? A kürt. Várjál, milyen kürt? Kürtös kalács, az finom. Ez a híd, vagy rossz helyen álltam meg? Nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez a híd. De ez az. Ott megvan, semmi, nem szóltam, hagyjad, hülye vagyok. Fújd meg a kürtöt, fiam! Vagy nekem kell? Beszélj a világ kígyóval! Hát én úgy beszélek a drága kígyókkal. Tedd a számot a kürthöz. Tedd a számot a...
Az a kígyó! Ez nagyon kígyó, gyerekek! Orocsimaru sehol nincs ehhez képest. Te bíznál ebbe? Én nem. Én félnék ettől. Bekapta a szobrot! Odin a szobrot Thor tiszteletére emeltette. Tekintve, hogy a világ nem tiszteli a Thort. Gyűlöli azt a kövér disznót, valószínűleg elege lett a látványából. Disznó Thor. De... nem fáj neki? Nos, neki és Thornak elég randa közös múltjuk van. Vagy jöveljük. Jó étvágyat. Valaki egy szobrot? Kellemetlenebb volt neki, mint a gondolat, hogy egy tömör kődarab csúszol le a torkán. Megkérdezzem tőle? Nem. Minket csak Jötunheim érdekel. Jötunheim, hol van? Mondjad meg, kígyó. Rendben, kígyó. Hol van Harry Potter? Nem beszélek kígyóul. Na, Gratu Imre, az már easy. Ő is pászos szájú. Ez még nekem, srácok! Emlékszik rám! Bájű! Ja nem, ez nem az. Mókünó rontunkú. Nagyon örülök, Imre, és gratulálok! Jaj! Itt dalolászunk! Amnakumna unnaáj! Jó büdös lehet a lehellete amúgy. Tudja a veszteségeteket. Segít nektek. Na, mellettünk van a kígyó. Egy ekkora kígyóval bármit elérhetünk. Érdekes. Mi az? Semmi aggodalomra méltó. Nem úgy tűnik. Böfögve pofázna, igen. Egy dolog kell, hogy bejuthassunk az óriások földjére. Az egyik, hogy meg kell ismernünk a Jötunheimet megnyitó utat. Én is erre gondoltam, az hirtelen lenyelni. Én nem bízok ebbe a kígyóba. A hegycsúcson, ahol találkoztunk. Ha végül is visz minket, ingyen taxi. Róla, hogy egy átlagos vésővel ne lehessen ezt meg. Kígyó taxi szolgáltatás. Csak egy rózsába kerül. És nincs messze. Jöhettek velem. Vagy illetve egy ajándéktagság az ára, fel lehet szállni a Kingo Expressre. Na hova toltál minket? Várj, nézd! A víz még lejjebb süllyedt. Hát már a kígyó megmozdult. A szobrokból. Még új felderítendő helyek is vannak a partnál. Júj, de jó! Keres egy csónakot és oda megyünk. Szerintem nem kéne ok nélkül zavarnunk Jörmingát. Én ok nélkül akarom zavarni. Jó, jó. Ja, nem. Miért nem lehet ok nélkül zavarni a nagy kígyót? Szemétség. Hogy jövök le? Huna kijárat? Esküszöm, nem látom a lépcsőt. Hallod? Ja, ezt meg kell húzni. Memóriám az mint egy lepkéjé. Ja, ezzel távolodunk, várjál, másik irány. Hopp. Valahogy le kell jutni. Aha, már el tudom olvasni. Na, olvasd. És ez egy név. R. A névtől meggyulladt. Állítsd vissza a fényt, oké. Ez az egyik Valkür neve. Nagyon különös. Így is jó. Ez vajon jó fele visz?
csónakhoz ér be, elmehetünk megkeresni a vésőt. Vagy felfedezhetünk is. Nekem mindkettő jó. Ah, nem akarok felfedezni, én a vésőt akarom. Lidércek! Ah, borzalmas dögök! Ja, hogy hátul is. Lidércek, lidérc nyomás. Köp! Mit köpsz rám? Szégyed magad. Mögötted lőnek rád! Jó, az is megvan. Jól csináltam? Van benned potenciál. Ezt szeretem hallani, bennem is van potenciál, csak nem használom ki. Megnézzük, mi van itt. Luke. Mondjuk full nem erre kell menni, de azért Dave megnézi, hátra talál valami pemszt. Kell a pénz. Opa. Csak legyetek óvatos a karaktárban. Nem szívesen veszítem el a törzs vásárlóimat. Ja, ez a barátunk. Ó, nem gond. Mindig örülök nektek. Most már megtudtuk, mi van itt. Jó van, Szabi, tart, hogy én majd megbízok benne, vagy nem? Majd alakul. Tarararararara. Na. Uh-huh. És akkor ott a csónak. Merre van a véső? Erre van, megyünk a kell a véső állomás. A kőműves csatornája. Na. Kőműves keleme. Mimir, még nem mondtad el Freya, miért köpött arcot. Nem is fogja. Hát, engem hibáztat a jelenlegi helyzetéért. Várjál. Vagy arra gyalog kell kimenni? Várj, ott az le van zárva. Az ázok és vánok közti nagy háborúja. Körbenéztem. Azelőtt az ázok mindig győztek, de a vánok egyenrangúaknak bizonyultak és súlyos károkat okoztak. Ázok, vánok. Amíg gyalogolunk, nincs több történet. Koncentráljunk a célra. Teljesen értem. Később befejezem. Ti, akik az élők között jártok, szeretett Gulvigem hozzám kiállt. Mégis darabokban hever, továbbra is. Könyörgök nektek, tegyétek újra egészé őt. Azt szeretnéd, hogy gyűjtsük össze a csontjait. Fúj. Gulvig szédőr varázslata nem ismer határokat. Tényleg? Fiú. Érzem a szomorúságodat. Szellem. Biztos lehetsz benne. Ez nagyon szellemes. Elég erős ahhoz, hogy hidat verjen élet és halál között. Fiú. Aha, még csontokat is találhatunk. Az édes Gulvigem csontjait három különböző helyre szórták szét a tó körül. Hozd ide nekem, gyermek! Gulvig megnyugalmaz érte! Aha, hazudsz. Jó, most már akkor csontokat is keresünk, ha véletlen találunk. Direktben nem állok neki csontokat guberálni. Hangsúlyoznám, ez egy sztoris végigjátszás, nem 100% kimaxolás, köszönöm. Remek! A keresett vésőnk a kapu mögött van. Na, akkor ezt csak le kell fejszézni. Hó, az mi az?! Te jó ég! Visszatámadás! Hallod? Menjél innen! Nyomom az erest! Azaz, Gite! Jobb
Már megint ezek a repülő avatárok. Mindjárt válaszolok, csak éppen harcolok. Hagyjátok a gyermekem! Várjál már! Ha, ez nehéz harc volt. Holnap Forti update? Szerinted a lovaglás sport? Igen, kivétel, ha ilyen küklopszerű lóvon lovagolsz, mondjuk több szeme volt. Na, kinyitottuk a kaput. Úgyhogy mehetünk. Ez jó volt. Örülök a kérdésre. Épp van erre egy történetem. Volt egyszer egy Tamür nevű óriás. Egy nagyon nagy óriás. Aki hegyi mérete ellenére. Figyeljük a sztorit. Kívül a világ valaha látott legjobb kőművese volt. Ez a rüszke Tamür azt remélte, hogy egy nap majd átadhatja hatalmas tudását a fiának, de a fiatal Grimtürver egy harcos szívet okozott. Talán az apja fél túlságos. Várjál, rossz felé mentem? Nem, csak szerintem kerülünk egyet. És a túlhajszolt kőműves puff, megütötte a fiát. Grimtür pedig kirohant az éjszakában. Szégyenében és sajnálkozásában Tamür a fia után rohant, de ebben a lelki állapotban nem sokára Midgardban kóborolva találta magát eltévedve és egyedül. Szép amúgy a rész. Sajnos észrevette őt az, akivel nem szeretett volna találkozni azon az éjjel, ennyire távol az otthonától. Thor. Gondoltam, hogy egy Thor. Majd meglátjátok. Ó, itt már nagyon jeges, havas. Itt már hó esik. Boldog karácsonyt kívánok én. Thor megölte. Jaj ne, ráesett egy falura. Ott van Thor karapácsa. Amikor Tamür elesett, elpusztított egy helyet, ahol Njördöt, a vánistent imádták. Thor mindig azt mondta, hogy nagyon szép ez az itteni világ. Ha valami nem tetszik, csak szétverjük. Ellenség. Egy veszélyes bestia. Együtt le fogjuk győzni. Hoppá, gyerekek, vérfarkas. Még egy. Hát annyira nem veszélyes. Legalábbis ide se tud jönni. Hogyan cselesz ki a vérfarkast 200 IQ-ú így? Jöhet a GG. Szerintem csodálatosan megoldottam. Mágikusan le van zárva sajnos. Ó, fiam, lőheted a robbantást. Nem történt sem. De még egyszer, várja B. Ezt el tudom forgatni. Ja, és akkor így kirobbantani. Majd ez be fog omlani szerintem amúgy. Beomlasztom vele a jeget, én már most megmondom. Szia, szia, PC-n nyomom kontrollerrel. És akkor, hogyha láda részt is ki akarjuk, akkor meg el kell forgatni a másik irányba. És egyszerre live-olom TikTokon és YouTube-on, hogyha YouTube-on van egy perced és nyomsz egy feliratkozást, azt hálásan köszönöm.
Jó szórakozást. Azt hittem Xboxra is kijött. Nem, én úgy tudom, hogy nem. Vagy nem tudom, hogy arra mikor lehet. Én azt tudom, hogy a folytatás, a Ragnarök is még idő lesz, mire PC-n tolható lesz. Szabi, van esetleg valami infód ezzel kapcsolatban? Vagy Xboxra mikorra várható? Vagy van róla hír? Nagyon jó ezt a játékot nézni, mint valami film. Amúgy igen, azért szeretem az ilyen sztori alapú játékokat. Nagyon sok hasonló. Kámőr egy fagyóriás volt. Halál akkor az utolsó lehelete mindent megfagyasztott. Hát reméljük azért. Figyelj, szerintem előbb-utóbb majd csak kiadják minden platformra szinte. Legalábbis gondolom. Atreus, ide! Igen, apám! Hoppá! Mielőtt fel kell. Hát én se tudom, Imre. Fújni. GTA 6 is Xboxra jön. Ó, érdekes, hogy ennyire miként limitálják meg hogyan a dolgokat. Ebbe az évben vagy jövőre fog jönni elvileg, van aki azt írja. Szabi az a valaki. Ezt fel kéne szerelni, így. Update-eltük a páncélt. Nem tudom, mennyire kell lemennünk. Valamit lát fenn, de szerintem az itt lent is meg lehetne nézni, vagy nem tudunk lemenni? Hát akkor menjünk fel. Nem kell megjegyezni, csak próbálok egyszerre olvasni két csetet, tudod. Ott van! Találd meg a vésőhegyét, az ami kell nekünk. Az a izé. Látjátok azt a fejet? Nem mozog. Na most már mozog. Fogja! Láda! Ja, addig nem tudom a ládát elvenni. Mögöttem a vérfarkas, dehogy! Ja, ott. Hallod, hogy elugrott? Jó, ez közelről viszont már jobban védekezik. Sokkold meg, Pikachu! Hát ez easy. Közelről jó védekezik. Na gyere! Villámcsapás! Na ez már majdnem meg tudott támadni. De csak majdnem. Nagy, az egy, nagy egy óriás. Igen. Hogy felpattant a kisgyerek a hátadra, azaz. Tolja neki keményen. Csuklópánt, ez az erőből visszavesz, viszont a többihez azért szépen ad. Hoppá, várják, széttörjük ezt is. Mit lehet itt találni? Aha. Ott jöttünk. Mindenki zegzugot megnézünk. Várja, azt olvassad el! Elolvasta vajon? Most nem jelzi. Ajánljuk a tenger javát. Aha. Há, igen. Úgy hitték, hogy nyilv csütítja el a tengereket a halászok. Ezért szerették és imádták itt. Keményen tolja a gyerekünk. Csak lassú. De hát valamit valamiért. Azt nem tudom szétverni. Ja, ide kell a kristály. Ha mindjárt megtalálom, fiam, ne legyél idegbeteg. Biztos, hogy itt lesz valahol. Én megmondom. Én komolyan mondom. Olyan hülyeségeket tud kérdezni. Hoppá! Jeges lidércet! Eltalált. Majd megnő, így van. Azt nem tudom, hogy a Ragnarökben már kamasz a kisgyerek. Ennyit lehet spoilerezni. Fújja a a bajuszát, oda néz. Ez mindjárt miben, hogy feléled vagy valami. Hogyan jutunk oda? Szembenéz velünk a karakter. Van egy tervem. Valóban.
Mi olyan meglepő? Nem sértésként, de szerintem Thor a Mjölnirrel sem tudna átjutni egy ekkora jég. Ajaj. Akkor Thor bolond. Na, erre befizetek. Fiú! Na már csak ti hiányoztatok. Azaz. Gyertek ide! Ja, még van egy. Ennyi ellökt, hogy ellökte a gyerek? Nice. Van az a mondás, kicsi a bors, de erős, jogos. Ó, oh, mit dobott hozzám? Ezek már bajok. Te jó ég, sok ellenfél, kár volt, várjál. Nagy ütés. Oh-oh. Fel kéne rá pattannom, vagy nem tudom. Nyugi. Ez megvan. Üsd meg a társad! Miért ütöd a társad? Gite! Oda néz. Na ez a valami, azaz. Nagyon jó vagy. Azt is leütöd. Hát eddig tartott a barátságunk. Vagy ez inkább kihasználás volt, mint barátság. Na gyere, csonti. Ha. Hát ez kemény volt. Szeretem az ilyen nagyon aktív harcokat benne. Ott is. Nagyon jó. Mindent összeszedtem. Várjál. Ja, erről jöttünk vissza. Ah, vannak benne ilyenek. Múltkori live-ban volt egy nagy boss harc egy sárkánynál az YouTube-on, visszanézhető, azt nagyon éltem. Rendben van, Imre. Köszi, hogy itt voltál. Valószínűleg én is egy fél órát tartom még kb. Maximum. Ez a harc aztán nem volt. Meglátom, hogy meddig jutunk. Semmi. Tessék, a tiéd! Alma! Elpazaroltál egy teljesen jó almát. Hogyhogy nem láttak meg. Közben, hogyha valaki itt gondolja, az élő célt ki lehet lőni, illetve szívlej engem egy coinnal tudtok támogatni. Én is beteszem a sajátomat, mert elfelejtettem volna a modis fiókomon mindig. Most ön csak hamburger lakomat. Inkább úgy mondanám, hogy be tudok lépni a világok közti világba, és az elméd nem képes felfogni, mit lát, ezért nem lát semmit. Ezért tudjuk elkerülni, hogy használjuk az általunk készített fegyvereket. És még csak most jön. Ajjaj, minden kemény lesz itt. Nos... Ali Gamer Fan! Igen, nagyon. Majd lesznek ugye videók belőle, csak alig tudom visszatartani, hogy ne nyissam ki live-on kívül az aikat. Meg a társasjátékot is meg fogjuk nézni Janával. És képzeljétek el, Gamer Fan, szia Émi! Valaki azt mondta Gamer Fanra, hogy ő Émi, pedig mondtam, hogy nem. Amúgy jól durva, milyen easy szintezni most összeszóba. Két napja mondtam, újra kezdem, level 10-es vagyok. Nagyon gyorsan lehet már villó, igen. Már nincs meg az a küzdés, mint régen, ami amúgy szomorú. Gyertek! Csak szia, Émi, pont viccesen jött, hogy egymás után jöttetek, mert tényleg azt mondták, hogy Gamer Fannak olyan a hangja, mint Éminek, és mondtam, hogy nem, ők két külön személy. Na jó, most itt legyen. Jó, befogtam. Azt mondta, maradjak kusba. Hogy vagytok, Émi meg Gamer Fan, meséljetek. Meg is van. Törpék jele plusz egy.
Nyolj, ezt így el lehet pörgetni. Ki találod? Téged ismerve nem fogunk egy helyben maradni. Igen, meg fogom nézni. Láttam, csak még live előtt ébredtem. Nagyon fárasztó volt a tegnapi 24 óra tali után. Á, szerintem elég jól néz ki. Á, de egy csomó ilyen van. Hullához képest. Várjál. Azt túl pörgettem. Hoppá! Óvatosan! Meg ne sérüljön a boltom! Nézd meg a hisztist, a boltom! Na, örülök, hogy jól vagy, Amy. Abba az épületben megyünk? Gondolod, találunk ott valamit, ami segít feltörni a jeget? Nuszika, hopp-hopp, azaz. Nem. Tovább gondolkodom. Gyanúsan nagy tér. De miért mindig? Mi az, hogy mögöttem? Ez szembe van velem. Huha! Ez ilyen páncélos. Várjál. Ez erősnek néz ki. Van egy tippem, hogy ez nem olyan gyenge ellenfél, mint aminek gondoltam. Ne bántsd a fiam! Várj, ezt nem minden részén tudom eltalálni, ezt jól látom. Hát a villámos az semmit nem ér rajta. Jaj, ott fönt is van egy ilyen genyó. Oké, ez nem jó. Hát egy picit! Annyira fiam, hogy meg fogok dögleni. Nincsen élet valahol? Nem bírok elgurulni. Meghaltam. Hát ezt nem így kell. Hoppá! Jól vagy a szondja? Pusztulj! Ezt még én is éreztem. Azt a rohadt túléltük, jöhet a GG-de! A gyerekélesztéssel, de hogy éppen. Azt hittem, hogy ez újratöltés lesz. Na jó, itt kezdődnek az erős ellenfelek ekkora páncélzattal. Hú, jó. Megvan. Mimi, te már voltál itt valami? Kockás talpú, nyúl, azaz. Igen, egy diplomáciai küldetés során megpróbáltuk kialkudni a békét Asgard és Vanaheim között. Abban a háborúban sokan oda vesztek. Mit ír róla? Árny, ez rohadt erős volt. Amit nem tudtam, hogy Thor akkor már vérengzést rendezett az óriásoknak. Ott van élet. Mi köze az óriásoknak az istenek háborújról? Az égvilágon semmi, és ez benne a tragédia. Ők nem várjat, még lehet, hogy meg tudunk valamit nézni, menjünk vissza. De Odin paranoiájánál csak Thor vérszomja volt nagyobb. Ó, Elden Ringet sose játszottam. De ami késik, sose lehet tudni, hogy nem lesz valaha. Hoppá. Ja, vagy ezt már használtuk itt? Akkor ezt minek hoztuk ide? Ja, a láda. Az ezüst, 1426 ezüst. Na, az forintba se lenne rossz, 1426. Az, abból már tudsz venni kiflit.
Gondolom. Na, 1490, itt már szép pénzek vannak. Itt nem lefele kell menjél vissza, fiam. Gyere a hátamra. Elnézünk a másik irányba is. És itt arra. Ha vagy nem. Várj, itt lejjebb tudok jönni. Nekem furcsán néz ki az Elden Ring, de lehet, hogy amúgy meg jó, mert nagyon szeretik, meg még mindig emlegetik a játékot. Valamit nem... Ja, itt is van ilyen, aha. Látom. Mégis körbe lehet így mászkálni. De nem itt jöttünk fel? Nem, mert itt a szem. Egy újabb kristály, csak szól. Robbantsad! Ez most... És most? Aha! Ó, a legnagyobb része megvan. Értem, neki kell lökni. Ja, azért kezdték el akkor sokan. DLC miatt. Oppá! Ez picit kidőlt. Rendben, közben. Hát, nem a legcsendesebb terv. Hódozzuk ki a másik pántot. Igen? Ezzel is szétverünk valamit, én már látom. Meg most esett le. Én kikérem magamnak, nem vagyok lány, úgy, mint Szabi, ugye. Én is a lány. Azért mondták, hogy hasonlít a hangotok. Csak a neve. De Szabi se. Várjál, ezt arrébb kéne lögdösni? De hogyan? Ott kéne elkapni, nem? Vagy várjál, most ez még nem áll össze nekem. Tehát ezt itt letörtük. Innen is tudom végül is lőni. Ott a kis jelzés, B betű, aha. Miért megyünk fel, amikor a véső odalent van? Gondolkozz. Én se tudom. Nos, a vastag jégréteg alatt van, így az olvadás nem jön. Rendben, Szabi, köszi, hogy itt voltál. És nem voltak a közelben. További szép napot, holnap is várlak. Úgy van. Reméljük, ma annyira nem akadunk el ma. De szükség lenne valami őrülten nehéz. Ez de jó, ez a mászás. Én vagyok a pókember, ha már az nem futott a gépemen. Itt kiélhetem a pókemberes vágyaim. Hát, és innen? Aha. Hogy érjük el, hogy a kalapács a vésőnél érjen földet? Nem lehetséges. Kioldjuk, lejövünk rajta, majd kitaláljuk, hogy köszönöm szépen a követést, Harry Edith. Ó, várjál, ez robbant. Aha. És fel is értünk. Oldozd el a szíjat. Kapaszkodj. Na ez most biztos kemény lesz. Oldunk! Ó, oh, lehet, hogy ez rossz ötlet volt. Csendet fej! Igazi lavina. Nem. Csak kicsit esett. Hát szerintem ez pedig meg lesz mindjárt.
Hoppá, ládikó. Na. Ígni. Hello, hogy vagy? Ó, ne! Beomlott a padló. Ott egy homoktál. De hogy jutunk oda? Mi? Sehogy. Fiú! Aha, csak a gyereket küldjük oda, gondoltam. Az olyan 200 idős. Hozd ide! Mond? Amikor az idő furcsán hat rád, az előre vezető út retro. Én is jól vagyok, köszönöm retro szépen. Henry, a reszkesetek azok a szimbólumok, teljesen jó a neve. Évszakok? Igen, de össze vannak keverve. Nem úgy kéne lennie, hogy tél, tavasz, nyár, ősz. De, miért a téllel kezdted? Amúgy igen, jogos. Egy dalból, amit anyám énekelt. Ó, azt ismerem. Na, dal lesz. Hallgass fej. A zenét sem szereti. Hát jó. Meglátjuk, meddig jutunk, srácok. Valami megnyílt. Ez nem jó. Ó, el kell forgatni, aha. Nyilván akkor itt az évszakokat kell, de akkor először a tél kell? Írjad! Vetör, var, vetör, sumar. Nem jó, nincs kétszer tél amúgy, úgyhogy ez biztos nem. Fiú! Mi volt a sorrend a dalban? Tél, tavasz, nyár, ősz. Ide kell a nyár. És ide az ősz. Ez lenne az ősz. Csináld! Vetör, var, sumar, haust. Nem jó. Pedig tudom, hogy ez a sorrend a dalban. De akkor mi baja? Fordítva kéne? Azt! Vetör, var, sumar, sumar. Retrográd, srácok! Mi? Hát persze, a rejtvény. Meg kell fordítani. Ja, hogy erről kell a tél, utána a tavasz, utána a nyár, és úgy az ősz. Fiú! Haust, sumar, var, vetör. Igen! Na, így már jó lesz. Atreus, a szót. Fóla, azt jelenti kibírni. Próbáld meg. Fóla. Kibírni. Oh-oh. Váó! Írd le újra! Írd le! Hogy van magyar szinkron játékban? PC-n játszom és telepítettem hozzá. Így tovább. Ebből repülés lesz? Fula, fula! Ez hogy lehet? A véleményem? Temporális mágia. Veszélyes dolog, amivel a váristerek szórakoztak. Az időmegállító képesség. Történetesen okay, ez volt Njörd kedvence. Volt? Miért hagyták abba? Nos! Kiderült, hogy az idő megállítja a napot és a holdat is az égen. Viszont sajnos nem állítja meg az őket üldöző farkasokat, amik felik rájuk. Ha emelkedünk fölfelé. Ezt követően döntöttek úgy, hogy jobb békén hagyni az időt. Oh-oh! Nem érek el a tához! Le kell nyomni az ellenfeleket. Jó, ezekkel nem volt akkora bajunk.
védni. Menjél innen! Bakker, ez eltalált. Ez is nagyon látványos rész amúgy. Kis területen kötelező harc. Azért jönnek. Írj tovább, mielőtt a padló beomlik. Írjál, fiam! Írjad. Hello Emma, hogy vagy? Milyen napod volt? Oh-oh. Vannak annyi. Te jó ég mennyi. Viszont látásra. Ezek csak szaporodnak, gyerekek! Írjad tovább, fiú! Életet hagyunk ott, még biztos jön valami. Szia, Ash! Pont mondani akartam, hogy az élő rózsacélt még szeretnétek kilőni, akkor még most ki tudjátok, még amit feljutunk, addig tart a live szerintem ma. Ó, a libércek nyilván. Hát csak ők hiányoztak ide. Örülök el, hogy most jó volt a YouTube-on is a chat, meg minden. YouTube-on vissza tudja nézni, aki lemaradt az egészet, mert elég sokat haladtunk ma. Mondjuk most már fogy az életem. Oké. Gyertek ide. Jól nekem is. Hát aludtam, meg reggel még dolgoztam. Ugye most volt a Mongusta találkozó, az előszületésnapi. Aztán jövő hét hétfőn lesz a születésnapi live, mert ugye hivatalosan akkor leszek 33 éves, tehát hogy úgy van, hogy hétfőn, április 15-én van a születésnapom, ott lesz születésnapi live. Valószínű, hogy SSO meg Fortnite, mert azt a kettőt szeretem nagyon játszani veletek. Au, hú, ez erős. De még előtte itt van ez a hét a live menetrend, a tagoknak meg már kint van YouTube-on tegnap óta. Még ott egy videót. Au. Nézd, majdnem a csúcson vagyunk. Az micsoda, amit visszanézel, nem egészen értem, ügyes. Hú. Mennyire kell még fentebb jutni, még tuti jön valami. Ó, hát persze. Ó-ó. De ne essen le! Azt le kéne onnan dobni, csak mondom. Gyere, fiam! Hétfő, április 15, az pont hétfőre esik a szülinapom. Nem a legjobb live-ok szempontjából, de hát sajnos nem én választom, hogy hétfőre essen. A fiú. Csak vicceltem, te nagy mufurc. Oda még át kéne menni. Április 15 a születésnapom, pontosan. Köszönöm szépen, Veobe, mizu amúgy. Janának a műtétemek pénteken lesz, ma volt vizsgálatokon, még holnap is megy, meg csütörtökön is, úgyhogy reméljük minden rendben lesz. Szomorú es. Gyere, fogd és told teljes erővel. Toljuk el. Igen, ura. De örülnék neki, Villő. Hát, az SSO-t lehet, hogy hamarabb elkezdem, mert 4-től lenne a forti. Vagy fél öttől, de ez jövő hét. Ugrunk. Mi? Gyerünk!
Ne félj! Miért félnék? Hoppá! Vagy meglátom, lehet később kezdem és tovább tartom, még kitalálom. Igazából mivel suli van, nem nagy értelme van egy óra körül kezdeni, még kitalálom. Örült vagy, ugye tudod? Nem. Még van egy hetem jó pont. Vagy. Pont egy hét múlva van. Menjünk tovább. Majd még kitalálom. Mégis tarthatom hosszan. Amúgy nagyon élem ezt a mai haladást, tetszett az összes rész. Nem, azért mondom, hogyha hamarabb kezdem és tovább tartom, igazából szülinapomon, mivel Jana valószínű, hogy anyósoméknál lesz, ugye a műtét után még nem jöhet egyből haza. Szerintem reggel ott leszek náluk, aztán tartok hosszan live-ot, és utána este meg átmegyek, vagy este alszok egyet, nem tudom. Tartom hosszan, késő estig, miért ne? Végül szeretem csinálni, amit csinálok, úgyhogy engem ez csak feldob. Jaj, telefonom van, bocsánat, egy pillanat. Szia, gyorsan mondd, mert lájvolok. Jaj. Na, itt is vagyok, csak közben úgy néz ki, hogy kaptunk egy ajándékot anyukámtól. Azt kellett átbeszélni gyorsan. Nem mondom el még live-ba, majd idővel. Innen hova? Szia Petra! És szia Mariana, pont elcsíptétek a végét, mert mondtam, hogy még felérünk, és akkor zárom, de YouTube-on visszanézhető lesz. Legjobb, hogy azt látom, hogy jó kedved van, érződik, hogy happy day napocska. Hát tényleg, feltöltöttem a találkozón, nagyon örültem mindenkinek, meg jó volt. Attól függetlenül. Jaj, lefagyott az egyik, várjatok, TikTokon lefagyott a kamera. Egy fél percet kérek, vagy nem? Nem fagyott le? Á, nem, hülye vagyok, elnéztem, semmi, de vegyétek úgy, hogy nem szóltam. De amúgy egyet mondjuk jó lenne már menteni, úgyhogy. Hogy vagytok ma? Nem is mentettünk ma még. Úgy. Érdemes lesz visszanézni a live-ot, mert nagyon sokat haladtunk ma. Ó, oh, itt lesznek pont a gonosz, már ide hallom. Ne most. Ezeket leütöm, mielőtt ránk támadnak. Igen, igyekszem sokáig megtartani, hogy visszagondolok meg minden, mert nagyon-nagyon feltöltöttem, és remélem, hogy ti is. Onnan oda. A két férfi Baldurral. Az unoka öccsei? Úgy van. Mágné és Bódi. Thor fiai. Okay. Anyám szerint az ázok a legrosszabbak, és Thor a legrosszabbak. Jó, az Uno, de azért nem és volt rossz, csak a végeredmény. Ők már nem gyerekek. Nincs mentségük. Sindri jól van. Nem pedig nagyon fájt a fejem live elején, meg fáradt voltam az időjárás miatt, de ahhoz képest sokkal feloldottam. Sokat. Á, a nagy ebédlő. Egész Midgard irigyli. Úgy emlékszem, volt itt egy nagy gyertyatartó. Itt volt az utolsó vacsora itt ebben a játékban, azokat is széttörni.
Nem kedves tőled, Veobe. Na várjál, itt van valami madár. Itt ilyen nagyon jeges cuccon vagyunk most. Ezt nem tudjuk még leolvasni. Ezt még nem tudjuk kinyitni. Itt nem tudok felugrálni? Pedig amúgy... olyan könnyű menetnek tűnne. Ez zárva. Valamit kell legyen. Ó, hát hogyne? Na gyere fiam, robbancsál! Aha! Hiába csak pusztítani tudsz, igaz? Így van, csak előre engedett mindenkit a Petranak. Aha. Ha jól emlékszem, a gróf trónja annak a jégfalnak a túloldalán volt. Jégfal. Hát figyelj, megnézzük, hogy ezeket szét tudom-e robbantani. Aha! Jó, dobálózunk. Hoppá! Óóóó! Ó-ó. Ez meglepett. Verjed, fiam! Megvan. Gite! Azaz! Viszont látása, de lassan dobta ki a lootot magából. Na, dobáljunk tovább. Na, azt is szétlőjük. Mindenhonnan jön valami? Oh-oh. Kőszál király, hát nem különösebben sebzi, de azért végül is de. Fejét megvan. Jó, megvan. Csörtető vatkanok. Úgy. Jaj, még van! Nekem már elvették az összeset, kedvem. Komolyan gondolkozom azon, hogy a munka után fizetett szállásokra menjek, hogy ne kelljen tovább őket hallgatni. Oh. Sajnálom. És akkor van még egy, innen is tuti kijön valami. Ó, vérfarkasok! Na gyere, farkas! Farkasok közt! Most már meg vagyunk, mindent megöltem. Úgy látom, igen. Hú. Jó napot. Van valami előttünk. Látod,
Jól van. Muszáj volt eltűnnöm, amikor Thor fiai megjelentek. Ó, ide jött ő is. Ah, itt egy láda. Csak ez le van zárva. Végig halljuk az ellenfelet. Na, innen fogjuk szerintem legközelebb folytatni, srácok. Mert nagyon gyorsan elrepült az idő. Konkrétan majdnem 2 órája ment a live. Vagyis hát megy. Oh, nagyon jól éreztem magam, nagyon sokat haladtunk. Jaj, tudtam volna fotózgatni is. Jó tudni. Aki lemaradt, az mindenképpen nézze vissza majd YouTube-on. Holnap találkozunk, ha jól emlékszem, akkor dupla live lesz. Először egy Stumble Guys, de mindjárt mondom pontosan az információkat. És utána pedig Roblox játékokkal fogunk játszani hosszú idő után, majd be tudtok jelölni Robloxon, illetve akár ez alá YouTube-on a videó alá írhattok, hogy mi lenne az a Roblox játék, amit nagyon szeretnétek. Úgyhogy mindenkinek további szép délutánt, illetve kikerült egy Hogwarts Legacy montázs is YouTube-ra, azt is nézzétek vissza, legyen szép estétek, sziasztok!